Köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm itt a stúdióban Pálos Györgyöt és Ferenci Gábort, akikkel a Magyar Egyetemi Diákfilmek versenye kapcsán beszélgetünk, de nem konkrétan a filmek kapcsán, amiket már reméljük látott minden kedves nézőnk, hanem kicsit általánosabban a dokumentumfilm tanításról, a dokumentumfilm készítés tanításáról, és hát az jut elsőre eszembe, amit talán Herzog mondott a dokumentumfilm tanításról, ti biztos jobban tudjátok, hogy ő szerinte azt nem lehet tanítani, hanem el kell küldeni a diákokat asztalosnak, útépítőnek, utcaseprőnek, és akkor majd megjön vele az a tudás, ami ehhez kell. Na, ti hogy álltek ehhez a kérdéshez, hogyan tanítotok mégis nem egy, hanem 3-4 helyen és intézményben, és hogy van az, hogy minden film végén konzulens vagy dramaturg Pálos György vagy Ferenci Gábor, és hogy van az, hogy ez mégiscsak működik a ti kezetitek alatt? Hát valószínűleg ezt a meghatározást ezt én kitágítanám a filmkészítésre. Tehát, hogyha minden filmkészítő elmenne asztalosnak, meg utcaseprőnek, meg irodai dolgozónak, vagy gyári munkásnak, akkor elég sokat fejlődne szerintem. Nyilván ez azt is jelenti, amit a Herzog úr mondott, hogy ehhez kell valamiféle élettapasztalat, vagy valamilyen tapasztalat kell, ami egy kicsit a stúdión kívüli világ. És ebből a szempontból én maximálisan egyetértek vele. A dokumentumfilm, egyébként én is ilyen, azt játszom nagyon sokszor, hogy ilyen tanítóbácsi vagyok, de nekem is elég sok kérdésem van azzal kapcsolatban, hogy mit lehet itt egyáltalán csinálni. Tehát mondjuk azt, hogy van egy iskolaigazgató, akit nem iskolaigazgatónak neveznek, hanem pedagógiai vezetőnek, ő azt szokta mondani, hogy az a jó iskola, amelyik nem sokat árt. Tehát azt gondolom, hogy ha sikerül azt elérni, hogy mondjuk sikerül nem letörni az ambíciót, és sikerül adott pillanatban jó helyen beavatkozni és tovább lendíteni azt a fiatalt, akkor már én azt gondolom, hogy nem tettünk sok rosszat, és akkor még talán van remény. Ja, hát abszolút igaza van a Herzognak, de hát nem az a helyzet. Szóval nem az van, hogy 30 évesen vagy 40 évesen jönnek emberek filmet csinálni, hanem 19-23, mert mindig arról álmodott, és akkor előbb-utóbb rájön, hogy azért dokumentumfilm mindegyiknél érdekesebb, de ahhoz eltelik egy kis idő. Tehát ami a dokumentumfilmezéshez kell, az sokkal inkább egy nagy adag empátia, és az empátiához pedig nem csak érzékel, hanem tapasztalat. Tehát, hogy a jeleket, amit egy ember lead, vagy egy környezet magáról lead, azt én meg tudjam fogalmazni, értsem, hogy az mi az a jel, és értsem, hogy az rám hogyan hat. Kell egy önismeret, hogy azt megértsem, hogy mit érzek, megértsem, hogy mit értek, meg tudjam azt fogalmazni, és annak megfelelően tudjak cselekedni. Szóval ehhez nagy önismeret kell, vagy legalábbis egy ambíció az önismeretre, és nem a köldöknézésre, hanem hogy hogyan működök én, mint reagens ember. Hogy mit gondolok én a dolgokról egyáltalán, vagy amit érzek, az annak mi köze annak, ami van. Ez nem jön az érettségivel, ezt nem adják az érettségivel. Legjobb esetben egy fellépést adnak valamit. Tehát lehet látni, hogy valaki jó iskolából jön, amit a Gyuri mesél, az rendelkezik egy nyitottsággal mindenfelé, az nagyon jó, de hát az még nem jelenti azt, hogy ő tudja, meg tudja érteni, hogy ő mit lát. Tehát az első valóban az, amit szoktunk csinálni, hogy menj ki, nézzé körül, és mondd meg, hogy mit láttál. És az nem egy egyszerű dolog, hanem azt hiszi az ember, hogy hát ja, persze, de hát az nem úgy van. Abban a pillanatban, hogy megfogalmazza, kiderül, hogy ez nem úgy van, amire ő japerszézett. Én azt gondolom, hogy a film készítéshez is nagyon fontos minden, amit elmondtál. Vajon miben más az, amikor dokumentumfilm készítésre való egy diák? Vagy van-e ilyen, amikor azt mondjátok egy filmkészítés tanulni vágyó diáknak, hogy te dokumentumfilmes vagy? Mik azok a specifikumok, amik ezt jelzik valakinél?
Azt én biztos nem mondom neki, hogy ő dokumentumfilmes lesz-e vagy sem, de őt mondjuk vannak diákok, vagy vannak fiatalok, akiken látszik, hogy őket a dokumentumfilm érdekli. Tehát nekik ez a valósággal való konfrontáció, ez a legérdekesebb, legnagyobb kihívás. És hogy miben különbözik, hát tulajdonképpen minden, ami elhangzott, az olyan egyetértek, ez az önismeret, hogy én azt gondolom, hogy valamivel egy picit talán több élettapasztalat nem árt a dokumentumfilmhez. Tehát ha kitalálok egy marhaságot, egy fikciót, hogy mondjuk bejön Superman ide a stúdióba, és ezt vagy azt csinál, azt ahhoz is kell persze önismeret, meg ahhoz is kell mindenféle tudás, hogy egy fikciót valahogy gatyába lehessen rázni, de hogy valódi emberek valódi életével mit lehet ott kezdeni egy valódi helyszínen, gyorsan reagálni az eseményekre, ehhez azért szerintem kell valamiféle, hát hogy mondjam, tapasztalat, rálátás. És ez nem mindig van meg azért ilyen nagyon fiatalokban. Tehát például a magyar példa a Herzogra, hogy a Hesko János ugye a 60-as években olyan filmrendező osztályt indított, ahova már csak diplomások jelentkezhettek. Tehát nem lehetett 19 évesen bekerülni. Sikeres osztály lett, hogy máshonnan jövő emberek, mérnökök, meg mindenféle diplomával levő emberek gyűltek össze, és szerintem ez nem véletlen, hogy siker volt. Igen, csak még egy dolog jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a dokumentumfilmezésben az történik, hogy nézel valamilyen eseményt, és azt valamiért érdekesnek találod. Nem tudod, hogy miért találod érdekesnek. És akkor, de érdekesnek találod, és akkor elkezded filmezni így úgy. Amúgy most arra nem beszélve, hogy arra gondolsz, hogy ebből majd lesz egy film, és hogyan fogom összerakni, az egy szakmai ügy. De hogy egyáltalán felismered azt, és megérted azt, hogy neked mi érdekes. Ha neked valami érdekes, akkor nyilván azért érdekes, mert valamit felfedezel magadból, abban a jelenségben, vagy abban az emberben, akit éppen figyelsz. Tehát egyszerre van jelen a saját tapasztalatod és az empátiád. És ehhez kell egy kicsi bölcsesség, és egy kicsit az egót máshova kell helyezni, mint a fikciós filmnél, mert nem te teremted a langyos üzet, nem te találod fel, hanem meg kell találnod azt a langyos üzet, és magadat kell megtalálnod abban a jelenségben, ahhoz, hogy tovább tudjál gondolkodni vele. Ez most egy kicsit ilyen személyiségi ügyekről beszélünk, azt hiszem. De van-e olyan, amikor ahogyan a filmhez nyúl, és ez kicsit technikai jellegűen is értem ezt, mondjuk ahogy fényképez valaki, vagy ahogy megír egy történetet, hogy ezekből érzitek, hogy ez nagyon-nagyon dokumentumfilmes. Kell-e ehhez speciális dramaturgiai érzék, vagy kell-e speciális képi látásmód? Szerintem nem. Tehát szerintem a dokumentumfilm jó esetben az ugyanolyan hatásmechanizmusokkal dolgozik, mint a nem dokumentumfilm. Tehát most, ez azt jelenti, hogy történetet mesél, az a feltételezése, hogy jól, érdekesen a nézőt lekötve fog történetet mesélni. Van egy lényeges különbség, hogy valószínűleg nem a Bruce Willis lesz a főszereplője a dokumentumfilmnek, ha csak nem róla szól a film. Tehát ott a szereplők saját maguk karakterét alakítják, az ő életük kerül a középpontba, de alapvetően a mesélés technikája azért meglepően hasonló. Én egyszer csináltam egy ilyen összehasonlítást, hogy megnéztem ilyen nagyon sikeres ilyen egész estés dokumentumfilmeknek a szerkezetét, összehasonlítottam például játékfilmes szerkezettel. Egy különbség volt alapvetően közöttük, hogy a játékfilmek még hosszabbak voltak. A dokumentumfilmek mondjuk azok olyan 90 körül azért általában megállnak, általában, tehát hosszban, de meglepően sok a hasonlóság, meglepően sok, tehát nagyon nagyon sok esetben egymást megtermékenyítő műfajokról van szó. Tehát az, hogy mondjuk bizonyos struktúrákat átvesz a dokumentumfilm a mesélésben, az szerintem egyáltalán nem baj. A,
az a kérdés, hogy a rendezői részvétel, és itt jön a személyiség, tehát az önismeret, meg mindenféle ego, meg ezek a kérdések, hogy mennyire képes kordában tartani saját magát, illetve mennyire érdekli valóban az a téma, tehát az a másik esemény a filmkészítőjét. Tehát, hogy ne csak saját magát érdekelje az, hogy ő saját magát felfedezze, hanem képes legyen türelemmel, odafigyeléssel figyelni az eseményekre, és azokra valamiféle értelmezést adni. Ez marra nehéz. Ez nagyon nehéz. Igen, meg van, azért úgy is van ez most, hogy van egy trend, egy nagyon határozott trend, most az utóbbi 20 évben mondom ezt, amikor a dokumentumfilmnek elege van abból, hogy ő egy ilyen háttérbe szorított műfaj a valóság ábrázolásával és dokumentálásával foglalkozik, hanem mozi akar lenni, és pénzt akar bele keresni, és ki akar menni a piacra, és forgalmazni akar, és terjeszteni akar, és akkor történetet kell mesélni. Szóval ez nem volt mindig így. Amikor én elkezdtem a szakmát, vagy a Gyuri elkezdte a szakmát, akkor mi boldogak voltunk, hogy olyan helyekre vitte, olyan embereket mutatott, ahova mi nem jutunk el, amiket mi nem ismerünk meg, és azt tudtuk nézni tátott szájjal. Ez ma már kevés. Ma már történetet kell mesélni. Illetve van egy rétege a dokumentumfilmeknek, akik még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy nem narratívan mesélnek, hanem apró megfigyelésekből építkeznek, és az egésznek nincsen története abban a hollywoodi értelemben, hogy a főhős elindul a célja felé, és akadályokon keresztül végül eljut a boldogsághoz vagy a kudarchoz, hanem csak magának a megfigyelésnek az élvezetét akarja megosztani, a felfedezés örömét, amit az filmes átélt, azt akarja megosztani a nézőivel. De hát ez egy ugyanolyan vékony réteg, amilyen vékony réteg nézte annak idején a dokumentumfilmeket, nem nézte senki. Illetve amit értettek alatta az, hogy ül a néni és elmondja, hogy beázott a mennyezet. De ezek a fajta dokumentumfilmek, amiket ti is vetítetek meg, amik mennek a moziba és díjakat nyernek, és Oscar-díjat nyernek, és nem tudom, hogy miket nyernek, ezeknek muszáj történetet mesélni, különben nem nézik meg az emberek. Szóval ez egy kényszer is, nem elég már a felfedezés öröme. És az mennyire menő a diákok körében ez a fajta műfaj? Mennyire érzik ők, hogy ez most nagyon trendi, hogy ezzel izgalmas és jó foglalkozni? Hát nehéz, mert ugye ez a technika, ahogy a Gyuri mondja, ez nem a dokumentumfilmnek a skilljeihez tartozik, hanem ez a történetmesélő filmnek az eszközeit használja, és a dokumentumfilmeseknek csak egy nagyon kevés része jön a fikciós filmből, tehát ez a fajta szerkezet, amiben a fikció gondolkodik, ez a fordulatok, plotpointok, megoldások, klímaxok, stb. Tehát ezekben a kategóriákban nem gondolkodnak az oktatás során, nem találkoznak ezekkel a fogalmakkal, és így aztán nekik kell kiizzadni azokat a történetfejlesztési kategóriákat, amikkel a játékfilmrendezők ezzel kezdik, amikor megírnak egy forgatókönyvet. Hát a dokumentumfilmesek nem írnak olyan forgatókönyvet, hogy úgy mondjam, működjön. Ha csak nem kéritek ti tőle? Ha csak nem verjük ki belőlük, igen, de hát legtöbbször nincs idő rá, hogy ezt kiverjük, mert hogy még nincs ötlete, még nem vette fel a telefont, még azt mondta, hogy nem ér rá, akkor most egy újat kell keresni, tehát elmegy az idő azzal, hogy megtalálja a témát, és végre leül vele beszélgetni, és akkor örül, hogy fölvett fél órát. És akkor derül ki, hogy hát tulajdonképpen semmit nem vett fel. Igen. Szóval nincs nagy küzdelem a fiatalokkal, mert azért alapvetően mindenféle előkép nélkül kerülnek be ebbe a helyzetbe. Szerintem jobb a helyzet, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor azt mondta valaki, hogy a dokumentumfilm, akkor arról volt szó, hogy az egy nagyon fontos dologról szól,
halálunalmas, kibírhatatlan, valószínűleg kell bele az Egmont Nyitány, vagy a Vivaldi négy évszak, és egyébként semmi közöm hozzá. Uh-huh. Tehát körülbelül innen, ja, és hogy kell egy fotel, amiben ül az, aki beszél. Tehát ezekből könyvespolc, esetleg egy virág belóg, és akkor egy-két közeli ilyen vágókép kancsókról, kezéről, így, ahogy így, igen. Tehát, hogy valóban innen indítottunk, mondjuk akár 20 évvel ezelőtt, és ahhoz képest szerintem lényegesen, szóval történt változás, de nincs egy olyan nagyon berögzült kép, mert továbbra is például van egy ilyen előítélet, hogy a fontos dolgokról kell dokumentumfilmet csinálni. Tehát történelmileg fontos, nemzettudat, drámaiság, tehát hogy arról nem lehet filmet csinálni, hogy 20 éves vagyok, és fogalmam sincs, hogy mihez kezdjek az életbe, és el nem tudom képzelni, hogy most mit fogok itt csinálni. Tehát ez egy olyan téma, ami eleve, mert ez komolytalan. Aha. Na most hadd száfoljak egy kicsit rátok, hogy nézve ezeket a filmeket, amik itt hozzánk bekerültek, és hogy egyre bátrabbnak érzem a témaválasztásban is a diákokat, és még egy dolgot látok, hogy mindenféle képzésen, az ELTE-től kezdve az SZF-nek a különböző képzésen egyre több a külföldi. És hogy ez is azt érzem, hogy jó hatással van, hogy van itt egy ilyen, elindul valami keveredés is, hogy ezt... De én is azt gondolom, hogy van, ja, tehát változás aha. van mindenképpen, csak hogy ez azért nem, ehhez azért az is kell, hogy legyen egy befogadó közeg. Uh-huh. Tehát azért elkezd egy, akár egy öreg vagy egy fiatal dokumentumfilmet csinálni, örül annak, hogy felvetítik, uh-huh. hogy bekerül valamilyen közegbe. Tehát nem egyedül állott a világ mindenségben magában, hanem hogy beszélnek róla, van valami környezete, ahol megtalálja a helyét, szóval azért ehhez azért nem, sok minden egyéb is kell. Hogy érezze azt, hogy ennek van valami értelme, mondjuk, hogy nem tudom. Hát igen, meg az kell, hogy lásson ilyen filmeket. Tehát az általában az a helyzet, bejönnek az iskolába, és akkor elkezdünk nekik mutatni olyan filmeket, amikről mi azt gondoljuk, hogy jó is, meg dokumentumfilm is, tudja ezt a kettőt egyszerre, és akkor először látnak ilyet. Tehát úgy jönnek be, hogy a Star Wars-t is látták, meg a izét is látták, dokumentumfilmet még nem láttak életükbe egyet se. Néha belenéznek a fórumba, vagy a, nem tudom én, a híradóba, és akkor kimennek a szobába. Pár éven belül óriási változás lesz ebben, hát, ugyanis a Bitfe most már sok éve vetít gimnáziumokban, és nagyon-nagyon szeretik a gimnázisták. Szóval a Bitfe az egyetlen fórum, ahol ezek hozzáférhetők, és sehol már, hát a tévében nincs, moziban nincs, egymásnak nem adják, veszik, az interneten 3 percnél hosszabb azt nem néznek, tehát ahhoz, hogy egy olyan közeg legyen, hogy te ezt nézd meg, mert ez marha jó, és 90 perces, akkor hát meggondolja, hogy ezt nézi meg, vagy a Jokert. Na többet kell összeszövetkeznünk, és több vetítést kell csináljunk a diákoknak. Mert abszolút. Egyébként azt gondolom, hogy játékfilm iránt érdeklődőknek is, azok alapján, amiket mondtok, azt gondolom, hogy hasznos csinálni dokumentumfilmet is. Persze, de most ugye, ha most arról beszélünk, hogy mi van 2021-ben, akkor azért azt én legalábbis nem vagyok régóta előfizetője különböző ilyen online, mondjuk azt, hogy forgalmazóknak, irtózatosan erős a hatás. Tehát mondjuk, most nem mondjunk neveket, Netflix, HBO, mondtad, meg ezeknek az óriási a hatása. Tehát gyakorlatilag most ott tartunk, mindenféle felvételiken, meg mindenféle beszélgetéseken, külföldiekkel lehet mérni. Ami ezeken van, ami ezeken nincs, az nincs. Tehát tulajdonképpen óriási erejű a kihívás, mert a trendek, a formák azok iszonyú erővel jönnek a centrumból, a világ filmkészítésnek a centrumából, és egy mai 20 éves magyar fiatalnak erről is tudnia kell, uh-huh. hogy mi zajlik a világban. Uh-huh. De mondom, jelentős elmozdulás történt, tehát 20 évvel ezelőtt, amikor felvételiztettünk az ELTE-re, kellett írni ilyen kérdésekre válaszokat, és az volt az egyik kérdés, hogy szerinted mi a dokumentumfilm, és akkor az volt a meghatározás, hogy a dokumentumfilm színes és állatokról szól.
Nagyon tök jó, mert... Erre azt mondtuk, hogy persze. Mi fel van véve. Nektek mi a tanárként, mi a siker egy-egy ilyen egy dokumentumfilm tanításban? Mi az, amikor azt érzitek, hogy na most valami jó született? Hát igazából ugyanaz az érzés, mint amikor egy nem dokumentumfilm születik. Az, hogy megtalál egy hangot, tehát egy hiteles hangot, ahogy mesélni tud, az fantasztikus. Tehát én például soha nem, senkitől nem várom el, hogy tökéletes filmeket csináljon, meg nem is ez a kérdés, de hogy a hangütés az korrekt legyen, hogy a nézőpont az érdekes legyen, és ha még ilyen dramaturgiát is bele tud vinni, meg egy szerkezetet, hát akkor megkérem, hogy legyen a tanárom. Igen, nekem az a megrendítő, amikor látom rajta, hogy szenvedélyes. Tehát, hogy ez őt érdekli. És nem tudja, miről szól, nem tudja, miért csinálja, de muszáj neki ezt csinálni. Szóval amikor meglátom hogy szenvedélyes, nem tudom mit mondani, akkor tulajdonképpen már jó. Mert ha nem lesz belőle filmes, akkor is valamit nagyon erősen átélt. És az egy nagy siker. Ez az első. A második az, amikor levetít valamit, és az a látja, hogy aki nézi, az osztálytársa, vagy nem tudom én. Igen, aki először látja, azt megérinti az, amit ő mutat. És akkor látom rajta, hogy először éli át, hogy ő hat, ő tud hatni. És nem megröhögteti, nem az van, hogy én vagyok ott, akkor nézd milyen hülye, hanem amit ő oda rakott, az ugyanazt érzi, aki nézi, mint aki csinálta. Hát ezek nagyon nagy pillanatok. És hát persze mennél többen nézik, és hát meg díjakat is nyer, hogy eljut fesztiválra, hát az óriási büszkeség. Ti mindketten filmkészítők is vagytok, ez a tanítási folyamat az titeket mennyire inspirál alkotóként, vagy mennyire segít ez alkotóként? A tanárság? Aha. Hát minden időmet elveszi. Hát egyrészt minden időmet elveszi, másrészt rákényszerít arra, hogy ne hűljek el teljesen, vagy legalábbis ez a reményem. Tehát az, hogy formában tart valamilyen szinten, tehát ez egy folyamatos kihívás. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon improvizatív műfaj az, amit úgy tanításnak hívunk, mert nincs tananyag sajnos, vagy hál' Istennek, nincs egy tankönyv, hogy akkor most első fejezet, ezt csináljuk, meg azt csináljuk. Ez egy folyamatos kommunikáció, tehát ilyen teniszlabda, tulajdonképpen ütögetjük egymásnak a labdákat, és akkor néha egymásra találunk, néha tudunk jó passzokat, meg leütéseket csinálni, tehát hogy ez egy folyamatos mentális ilyen készenlétet nekem. Nagyon fárasztó is tud lenni, tehát leszívja minden agysejtemet, ami maradt, de ugyanakkor meg van egyfajta boldogság időközönként, hogy de jó, ez a nap se telt el hiába. Igen, néha én meg azt érzem, hogy ha nekem hozzák ezt az anyagot, amit én most csinálok, akkor én vajon mit mondanék rá? Tehát, hogy próbálok tanulni, beiratkozni magamhoz, de hát nagyon nehéz, mert hát két fejjel nem lehet gondolkodni. Tehát röviden, mint alkotó, ugyanolyan szűzként kezdek el egy munkát, mint hogyha először kezdeném. Szóval igazából nem vagyok tőle okosabb, hogy úgy mondjam, de a mások munkájában tudok már okoskodni, de a magam ott könnyebb. Hát nem tudom, hogy könnyebb, de minden esetre abban az ember szerez egy rutint, hogy belelásson bizonyos konstrukciókba, szerkezetekbe, bizonyos ember típusokba, megközelítési módokat már tud tipizálni, és akkor szerez egy rutin, de amikor magával találkozik, akkor ugyanolyan sötétbe tapogatunk. Igen. Egyébként van egy nagyon gonosz mondat, amit mindig el lehet mondani, én elszoktam, hogy nézd, te megnéznéd a saját filmedet.
ez szörnyű gonosz mondat, ezt nekem is mondta egyszer valaki, és azóta ez úgy elbizonytalanodom. Te kockát nem forgatok. Nem, az nehéz. Nem, hogy ez egy nehéz dolog, szóval ez egy nagyon-nagyon sok skilled, pszichológiai, társadalmi, mindenféle marhaság ismeretet igénylő, nagyon komplex dolog, és hát van, aki ebben jó, hát akkor minden tisztelet neki. Ha valaki most, aki minket néz, úgy érzi, hogy ő ebben, amit most elmondtatok, mind jó, akkor mi a dolga, mit kell, mit tehet valaki, ha most dokumentumfilmezést akar tanulni? Iszonyú kitartónak kell lenni, meg kell tanulni azt, hogy nagyon nagy munka árán lehet csak eredményt elérni általában. Valamikor véletlenül rámosolyog az ember a szerencse, de ez nagyon ritka. Nagyon kitartóan, nagyon hálátlan körülmények között sokszor, nagyon sok nehézséggel, nagyon sok konfliktussal megvívva, de mégiscsak valamit lehet csinálni. Tehát én azt mondanám, hogy vért, verejtéket, könnyeket kell először, és aztán, hogyha elég kitartó akkor és ügyes, akkor egy szép dolog is születhet. És rengeteg pénzt fog keresni, és... Hát dől a lé, hát ebben a műfajban dől a lé. Hát nagy autóval fog járni. Nem, most ilyenkor persze nyilván mi kell? Hát legpraktikusabb az, hogyha van egy kamerája, van hozzá saját hangja, tehát azért úgy filmet csinálni, hogy majd megvárom, hogy jön az operatőr, az egy nagyon szép gesztus, meg minden, meg elképzelés a világról, de ez általában nem működik. Tehát akkor úgy kell kialakítani az egész élet ritmusát, az egész napi rutinját, hogy beleférjen az, hogy gyorsan, rugalmasan tudjon, szabadon tudjon forgatni, forgatási helyzetet megteremteni, és mindezt lehetőleg pénz nélkül. Hát, hogy hova menjem most Magyarországon dokumentumfilmet tanulni, hát ha 19 éves, akkor sehová. Akkor nyomja a gombot telefonjával, és próbálja megvágni, és mutogassa a fűnek, fának. Ha már olyan 25-26 éves, és már dolgozott is, már tanult is, akkor iratkozzon be az ELTÉ-re, vagy a SZF-re, vagy valahová, mert nagyon sok hely nincsen. És kezdje el úgy csinálni a filmeket, hogy valaki megkérdezi, hogy na, hogy állsz? Mert hát azért uratkozik be ez ügyben az ember iskolába, hogy valaki megkérdezi, hogy na, mi van? Mert ugye egyébként senki nem kérdezi. Igen, érdekes, hogy ezt mondod, miközben egyébként egyre több, ahogy nézem mindig a Bitfen a filmeket, egyre több a fiatal alkotó is közben, mert hogy van valami, persze szerencsés kell, de hogy közben van valami friss ezekben az új filmekben. Hát az is segít, hogy egyébként az utóbbi időben készültek nagyszerű magyar dokumentumfilmek, tehát azért ezt ne hallgassuk el. Ez nagyon inspiráló tud lenni. Tehát amikor látnak mondjuk egy jól megvalósított helyi, tehát magyar nyelven beszélő, magyar szereplőkkel, azért az fantasztikus. Tehát ugye Amerikában ez a természetes, hogy neki angolul beszél, és neki a 5. Avenue, meg nem tudom, hol történik a történet. Tehát azért, hogyha Magyarországon élünk, akkor azért nem árt, hogyha készülnek olyan inspiráló magyar dokumentumfilmek, amik egyáltalán bevonzanak téged erre a pályára. Ezeket megnézik a diákok? Azt érzékelitek, hogy ezeket figyelik? Hát ha valaki felhívja a figyelmüket, akkor igen. Igen, azért akik most már kíváncsiak, azok figyelik. Igen, azok már tudják, hogy mit kell nézni, és hol kell megtalálni, és nagyon hamar rálelnek, hogy elolvassák, hogy hány pontot kapott, és akkor 6 fölött van, akkor már nézik. És van most már ilyen fiatal gesztusok, tehát filmkészítői gesztusok születnek, tehát hogy egy 20 éves csinál, az már más a vizuális megjelenítés adott esetben, a hangi világ, szóval hogy azért úgy van változás, csak mondom, ehhez azért jobb lenne, ha lenne egy nagyobb network, ami a háttérben nyomná ezeket. Hát reméljük, hogy nagyon sok BITF nézővel fogtok találkozni az elkövetkező években, és hozzák a friss lelkesedésüket és az empátiájukat, és csinálnak majd veletek jó sok sikeres kisfilmet, meg aztán nagyobbat. Nagyon szépen köszönöm, hogy
itt voltatok velem. Köszönjük. Most pedig itt a stúdióban beszélgetést hallhatunk a most véget ért az Apa, aki gyermeket hoz a világra című film rendezőjében. Utána pedig beszélgetés következik itt a stúdióban a Transvanilla Transznemű Egyesület képviselőjével. Jó szórakozást kívánok, maradjanak velünk!